Kút forrás eredet címmel tartottak élményfestést július első hétvégéjén. Néhány egri és pesti egyetemista diák két napon keresztül készítette műveit a Szent István Parkban. A tárlatvezetésre egy méltán népszerű esztéta, Réz András érkezett. Fektessetek bele a művészetbe, mondta, hiszen véleménye szerint fiatalok képei néhány év múlva nagyon sokat fognak érni. Ceruzát és ecsetet ragadtak az ifjú művészek, és megalkották azt, amit éppen szívükben láttak. A hatalmas vászon adta nekik a teret, ahol képzeletüket megeleveníthették. Ez a fiatal grafikus Gödöllőről érkezett, és harmadéves a képzőművészeti egyetemen. Szoktam, most ezt kivételnem, most felrajzolom, de hogy egy ilyen lazúrosabb, tehát egy ilyen hígabb festékkel felvázolom magát a kompozíciót, és akkor utána, mivel annyira nem festek maga biztosan, így lassan egyre kevésbé áttetsző festékrétegekkel keresgélni a látványt. Kelemen mellett ült barátnője Gréti, aki szintén művész. Nem tartja magát festőnek, neki ez egyfajta lazább kikapcsolódás. Felszabadultnak érzi magát, amikor festhet, a hétvégén is buzgón mozgatta az ecsetet. Most olajjal kezdek festeni. Igazából most egy állatot szeretnék készíteni. Most kezdem alapozni a vásznat, és akkor ugye később felvázolom az állatot, és megfestem. Volt, aki a kútnak, a forrásnak adott hangot a művében, ám addig ez a hölgy úgy gondolta, hogy sajátosan vászonra veti, mit jelent neki az eredet. Ez amúgy a tegnapi festményemnek ugye a befejezése, így most így egy háttért csinálok neki, hogy egy kicsit összefogja a kompozíciót, ilyen így az eredet szóra, így egy ilyen fa, mint ilyen családfa, meg így. Ezekkel motivumok által így ilyen, úgymond így ilyen eredet. A diákok lelkesen, olykor lélegzetüket visszatartva festettek a Szent István Parkban. Egyértelműen látszott, hogy nem mindennapi tehetségek voltak ezen a látványfestésen. Jövő nemzetékét látjuk, ők a jövő művészei, azt gondolom, és hát nyilván sokkal, ha nem is sokkal, de számomra izgalmasabbak, mint a professzionális festők, akik már egy beállt pályán vannak. Miután elkészültek a fiatalok, kezdődhetett a kiállítás megnyitó. Réz András mondott véleményt a művészek munkájáról. Az esztéta egyértelműen nagyra értékelte az egyetemisták alkotásait. Ja, ezek tök jó. Ezek teljesen rendben vannak. Ezek abszolút profi művek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most nem mondok ilyeneket, hogy sokat próbált alkotók, mert ez nem igaz, de megvan a nyelvük, szignójuk van. Tehát ha az ember megvizsgálja a műveiket, vannak olyan jegyek, színkezelés, ecsetkezelés, kompozíció, meg azt mutatják, hogy bocs, ők most már művészek. Réz András szerint megéri a falra tenni a festményeket. És tessék megvásárolni ezeket a képeket, amik megfizethetőek. Mert hogy bocs, holnaptól, holnap utántól ők azok a művészek, akiknek a művei ott lógnak majd a galériákban. És akkor ott állni, és azt mondja, ó, basszus, ha Szoboszló megvettem volna a képet, mekkora hülye voltam, hogy nem így tettem. A kút, forrás, eredet cím volt a témája ennek az élményfestésnek és tárlatnak. A fiatalok a Bocskai István Múzeumba látogattak el, és ott kaptak illetet, melynek köszönhetően létrejöhettek a remek műalkotások. Ezek közül néhányat a város báján aukcióra fognak bocsátani.